A gyermekek úgy éreznek, ítélnek és cselekednek, miként azoktól látják, akiket szeretnek és becsülnek. Dr. Rasis Gyula gondolataival szeretettel köszöntelek, és köszöntök minden kedves nyugdíjas tartásat és kísérőiket, akik elfogadták meghívásunkat, és eljöttek egy közös ünneplésre, beszélgetésre, eltölteni együtt egy ünnepi ebédet, emlékezve a pedagógusunkra. Szeretettel köszöntöm Batta Attila alpolgármester urat, Szűcs Dánielt, az Oktatási és Sportbizottság vezetőjét, és legfőképp a mai nap szereplőit, a Rákóczi úti általános iskola tanulóit, negyedével osztályos tanulóit, és Kozák Júlia, a Hajdani A közös együttlét az mindig az emlékezés is egyben. Minden nap átjött sikerek, kudarcok, gondok, örömök felidézése. Füle Lajos pedagógus című verse segít feleleveníteni aktív munkás napjainkat. Én nem tudom, milyen erő kell hozzá, de több az enyémnél. Újkor elszínődött én is. Mit is jelent 20-30 szempár félő tükörtermében élni, hol éle van minden igének, árnyéka van minden hibának, hol 20-30 sötét kamrában hívják elő folyton a percek éles, kemény, hiteles képét. Könnyű nekünk beszélni ezt-azt, nagy szavakkal egymást dobálni, de ő, kinek minden szavával, meg a mi kis magnetofon zeng tele otthon, utcán, jövőt, ő a felelősség nehéz vasával vértezve jár, s bár te nem érzi, hétköznapok nagy hőse köztünk. Szebb holnapok jobb emberéért, titkon vívott nehéz csatáknak ismeretlen hős katonája. Mikor fogunk szobrot emelni? S fogunk-e? Hát neked. Magunknak, magunkban, lélekszobrásza. 65 éve ünnepeljük a pedagógusokat. 1952-ben adták át először a kiváló tanítói és tanári okleveleket. Következzenek a legéletékesebbek, a gyerekek. A Rákóczi úti általános iskola 4. A-osztályos tanulói egy kis részletet mutatnak be az iskola műsorából. A műsort betanította Szabó Ildikó osztálytőnök és Danó Zsuzsa tanítónő. Nyugdíjas pedagógusok köszöntése. Most szép szavak hullanak elétek. Mit mondanék magamnak is? Egy oltáron elégett élet, emlékeizik Samba is. Egy oltáron elégett élet, de ez az oltár oly csodás. Formálni sok-sok gyermek lelket, s osztani folyton a tudást. Nem értheti, ki nem próbált még sok évtizedes lobogást, micsoda hív a derült újra, mint szívnek a vértobogást. Micsoda hív a derült újra, sok értő szempár áttekint, elfeledtetve a bánatot gyászt, a bosszúságot, a bajtakint. Elfeledtetve minden rosszat, adtak mosolyt, szeretetet, s még ma is megállítanak egyre, így teszik szépé életet. Hányszor hangzik találkozáskor, tetszik még emlékezni rám? Hogy tetszik lenni tanárnéni? Ő már lányom, unokám. És mosolyunk elpirulva, elmosódtak a gyermek arcok, de valljuk, hogy nem emlékszünk már.
arcot, de a kedves találkozások, megőrző hála szeretet, őszinte szó sok drága emlék bearanyozza életet. Most szép szavak hullanak elétek, mit mondanék magamnak is? Egy oltáron elégett élet, emléke így ragyog ma is. Egy oltáron elégett élet, küldetés volt vagy áldozat? Isten adjon sok boldog évet, s ő adja meg jutalmadat. Mielőtt átadnám a szót Kozák Júliának, aki felkérésünkre örömmel vállalta a köszöntést, néhány gondolattal Szigeti Erzsike bemutatja őt, bár kétlem, hogy sokan nem ismernék az ő munkáját és munkásságát. Köszönöm szépen, és valóban nem nagyon kell mezőkúriaknak bemutatnunk Lulut, ahogy mindjárt ismerik őt, de mégis szeretném elmondani, hogy honnan, hogyan jutott ide, ahol most éli a mindennapjait. Hát azt mindjárt tudjuk, hogy Mezőkúron született, és iskoláit is itt végezte a városban. Jelenleg ápolónőként dolgozik a városi kórházban, de mindemellett a zene jelenti számára a legfontosabbat, fontos szerepet játszik az életében. 1998-ban kezdett éneket tanulni Gál Erika opera énekesnél, és azóta töretlenül nagy-nagy szorgalommal készül a fellépéseire, és 2009-től már a készülésének meg is van az eredménye, hiszen több elismerésben részesült. 2009-ben operettversenyen harmadik helyezést ért el Dömsödön, 2010-ben országos operettversenyen első helyezést, 2011-ben országos musical versenyen első helyezést, 2012-ben operettverseny első helyi Várpalota, még ugyanebben az évben musical verseny szintén Várpalotán első hely, és 2013-ban Dömsödön musical bajnokságon első helyezést ért el. És hát mi mezőtúliak azt gondolom, hogy büszkék lehetünk az ő teljesítményére, és töretlenül a munkája, ami nem kevés, és oda is teljes embert kíván, készül a Szolnoki Zeneiskolában a opera tanszakon a fellépésekre, és mi nagyon köszönjük, Lulu, hogy eljöttél közénk, és várunk téged. Ezzel a számmal fejezem be pici műsoromat. Köszönöm, Erzsika, hogy itt lehettem, és hogy találkozhattam régi tanítóimmal, régi mestereimmel, mert ugye tudást nem csak könyvekből veszünk, hanem tanulunk a tanítóktól is. Jó útra valót visszük a tarisznyával magunkba. Na hát akkor nézzük is, hogy Vilja olyan volt szerelmes. Oh,
szinte a színházban éreztük magunkat valahol a színpadon, olyan felemelő volt. És én kívánom neked, hogy a jövőben is nagyon sokat hallani rólad, és nagyon sok sikert kívánok neked. És közösségünk nevében szeretném Lulunak megköszönni, egyrészt, hogy elfogadta a meghívást, és másrészt valóban ezt a gyönyörű perceket, amit szereztél nekünk. És minden jót kívánunk. És igazgatóhelyettesként, tanítóként felnőtteknek, gyerekeknek adtad magadból, ami benned volt, a legjobbat, és azt gondolom, hogy annál nagyobb köszönet nem létezik, mint amit egy oldiák adhat a tanítójának, és ebben a körben szeretnénk téged köszönteni, és a város már megtette és megköszönte a munkát, amit a városban végeztél, de mi most ebben a közösségben szeretnénk téged köszönteni, és minden nagyon szépet és jót kívánni neked. Amikor az én pedagógus gyermekem azt mondja, hogy anya,
És akkor úgy, hogy visszamutatok a csigaházakban, biztosan, mikor valamire mondok valamit. Kortányan eljárt az idő. Úgyhogy maradjon sok valami. Köszönöm szépen, aranyosak vagyok. Tényleg örülök neki. És az, hogy az 50 éves aranydiplomát megkaptam, ez mindig azt mondom, hogy ez nem érdem, ez egy állapot. Ez egy állapot. Úgyhogy, de mindenkinek azt kívánom, hát mi már itt mindnyájan idős nyugdíjasok vagyunk, de a ma még professzorálló pedagógusnak azt mondja, ki érdemel mindenki, és egészségben, és ennyi örömmel, mint amennyit mi tartsoljunk a pontot, mert azt hiszem, hogy mindig elmondom, hogy én abban az időben voltam pedagógus, amikor büszkén voltam pedagógus, és nagyon jó volt pedagógusnak lenni, és mindenki többetésnél, minden pénznél többet ér az, ami a modern világban, amiket írnak a volt tanítványok, meg amit a szülők írnak. Ami őszinte, úgy gondolom, hogy őszintén írják ezeket, és ennél nagyobb kitüntetés, azt hiszem, hogy pedagógus számára nincs. Köszönöm szépen, és hát érjétek meg ti is mindjárt. Gratulálok szépen! Hiszen igen nagy kihívás volt, aki annak idején belőlem embert akart csinálni. Tehát köszönöm ezúttal is még egyszer mindenkinek, aki ebben részt vett egészen a kicsi koromtól a nagyobb koromig. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy a tanárnak két pontosabban a pedagógusnak, mert tanár az mindenki lehet, pedagógusnak viszont részben születni kell, részben tanulható is, én már így gondolom, de két dolog között kell egyensúlyozni, az egyik a keménység, a másik az emberség, és nagyon nehéz megtalálni azt az arányt, hogy kinél mennyire lehet keménynek lenni, mert egy életre megutáltathatok vele dolgokat, és mennyire le kell emberségesnek lenni, hiszen az egy idő után visszaköszön, ugye, abban, hogy amit esetleg annak idején nem tudtunk a gyerekbe belekeménykedni, utána saját magától az évek múlásában megtanulta, rájött és igazi becsületes ember lett belőle. És én úgy gondolom, hogy ez a mi hivatásunknak a legszebb oldala, hogy nem azért csináljuk, hogy fizetést kapjunk, hanem csináljuk és ezért kapunk fizetést. Én mindenkinek nagyon jó egészséget, nagyon jó nyugdíjas éveket kívánok. Köszönöm a város nevében minden kedves nyugdíjas kolléga munkáját, és én úgy gondolom, hogy ezek az alkalmak nagyon jó, hiszen itt derül az ki, hogy mennyire van a mi szívünkben, a mi lelkünkben szoborállítva egy-egy pedagógusnak. Köszönöm, hogy meghallgatok, és szeretném, miatt a magyar tanár rám szól, megköszönni Erzsébének, hogy a mai napig is összefem fogja a klubot, és értelmet a szabadidőnek is sokszor, hiszen a tanár az egy olyan típusú, néha bezárkózik, és nagyon nehéz kimozdítani onnan. Még egyszer nagyon jó szórakozás, nagyon jó ütványot, és akkor átadnám a virágot, és köszönöm, hogy meghívtam. Nagyon köszönjük. Mindjárt nevében én szeretnék mindenkinek adni ebből egy szárat, de majd kitesszük és gyönyörködünk benne. Én magam részéről is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Nagyon nagy öröm, hogy ennyien erre a rendezvényre is eljöttünk, és közösen akarjuk ezt a másfél-két-három órát eltölteni.
programunk ugye január óta töretlenül megvalósítjuk, amit elterveztünk. Előadások voltak, Dr. Tóth Albert mutatta meg nekünk a kunhalmokat Mezőtúr környékén, aztán a belgyógyász főorvosunk a cukorbetegség, sajnos aktuális, arról beszélt nekünk. Májusban voltunk Gyulán, egy nagyon kellemes kirándulást töltöttünk 28-an együtt, úgyhogy ez nagyon szép nap volt nekünk, jó idő is volt. Jelen alkalommal ugye a pedagógus napon veszünk részt, és gondolom, hogy ti is néztétek a programot, júliusra a Szarvasi Vízi Színház két programját terveztük be. Én készültem mára, döntenünk kellene két előadás között, és én ahogy egy papírt elindítok, mert hogy a jegyár ez nem olyan nagyságrendű, amit ha 3-4-en nem jönnek el és kérik a jegyet, akkor ez lazán kifizethető, mert 4500-5000 forint egy jegy, de természetesen megszervezzük és elmegyünk autóbusszal. Július 6-a, 7-e és 8-a a három időpont. 6-án, 7-én a Monte Cristo grófja, ez egy nagy operett, a Békés Csabai Színház előadása. Ez a 6-ai, 7-ei és a július 8-ai pedig egy komédia, a Nadrág című, vannak a meg kis bohózat. Nagyon jónak tűntek a fotók. Úgyhogy úgy láttam a internetes lapon, hogy van még bőven jegy. Remélem nem csalatkozok ebben, nyilván ha aktuálissá válik, föl fogom hívni. Autóbusszal megyünk és körbe, tehát azt gondolom, hogy nem nagy összeg Szarvasra elmenni. Igényeteket írjátok föl, küldöm azt a papírt is, amin a programban, a dátummal, és akkor majd meglátjuk, legalább egy 15-16 ember kellene ahhoz, hogy közösen autóbusszal elmehessünk. Úgyhogy ez az egyik. A másik pedig a szeptember 13-ára tervezett Szalajka-völgyi kirándulás, amelyet nyilván augusztusban ott is autóbusz rendeléssel el kell kezdeni. Bármilyen formáját az értesítésnek, tehát már mi is haladunk a korral, a Facebook, a telefon, tehát bármi személyesen, és akkor remélhetően én igyekszem egy Egri főiskolán van egy nagyon kedves tanárismerősöm, aki nagyon jól ismeri a térséget, és megpróbálok őt segítségül hívni, hogy egy kicsit ne csak lássunk, hanem nézzünk is, és tanuljunk is az út során. Tehát augusztus elejéig mindenképpen kérem, hogy jelezzetek, hogy az autóbusz olyan létszámmal rendeljük meg, amennyien utazunk. És akkor a novemberi, decemberi programot még nem mondom, ugye az egy Kodály program lesz, a Kodály munkásságából fogunk egy előadást meghallgatni, és majd a karácsonyi ebéd ugyanebben a teremben. A mai ebédünk közös erővel jött létre, részben az önrész, amit befizettetek Macutának, és köszönöm szépen, hogy összeszedtett Macután, a másik pedig a önkormányzat kapott támogatással kiegészítettük, tehát most úgyis mindenki tudja, 1300 forintot fizettetek, és 200 forinttal megtoltuk mindenkinek az ebéddíját, plusz még kávé, cappuccino, rövid kávé, hosszú kávé, erre a számlára, a büfében bármit lehet, csak föliratjátok, és majd én utána rendezem. A másik fele a támogatásnak pedig majd a Szalajka-völgyi kirándulásra használjuk föl, mert az egy nagyon összegű kirándulás lesz. Úgyhogy én mindenkinek nagyon köszönöm, és nagyon örülök, hogy ennyien együtt vagyunk. Jó étvágyat kívánok az ebédhez, előtte majd még egy pezsgős kocintás mindenkinek. Ez, amit nem mondták, hogy tárcán kihoznak, tehát kijöntjük, és ezzel kívánom mindenkinek jó
újítványot és jó beszélgetést a ma délutánra. Pár mondatot szólni a kedves jelenlévőkhöz. A Művelődési, Oktatási és Sportbizottsággal, amit a személyem nevében is szeretnék mindenkinek nagyon boldog és egészségben felé pedagógus napot kívánni. Én is kicsit zavarba vagyok, megmondom őszintén. Ezen a napon én is mindig szoktam nosztalgiázni, és ahogy Lulu énekelt, én is belekavarodtam ebben a hullámvölgybe. Kezdődött egészen a jelenlévők miatt az óvodáskortól, folytatódott a Rákóczi úton, majd végül bezárult városi szinten a Telekivel kapcsolatban, ha itt végignézett mindenkin, Vizike néni, Erzsike néni, Massa néni, Zsuzsa néni, és még hál' Istennek nagyon sokáig tudnám ezt sorolni. Ki mindennek köszönhetek én is nagyon sokat. Én azt gondolom, hogy minden egyes pedagógusnak el kell, hogy mondjuk, nem azért, mert kötelező, hanem tényleg azért, mert szívből jön azt, hogy köszönjük. Én nagyon köszönöm a kedves jelenlévő pedagógusoknak mindazt, amit az aktív nyugdíjas években tettek a mezőtúri és nem mezőtúri emberekért is, és kérem azt, és kívánom azt, hogy ez a nyugdíjas években se álljon meg, ugyanis a bölcs gondolatokra mindig szükségünk van. Úgyhogy Isten értesen mindenkit, nem csak ezen a napon, de a további sok-sok évben is még, amíg reméljük, hogy itt lesznek közöttünk. Boldog pedagógus napot kívánok mindenkinek, és kedves egészségre!